Kurt Douglas, Szabó Győző. A nap szerelmese. Anthony Quinn, Schneider Zoltán. További magyar hangok. Kőszegi Ákos, Szirtes Ági, Kun Vilmos, Vas Gábor, Szokolai Otto, Peller Marian, Gallusz Nikolett, Várkonyi András. Irving Stone regénye nyomán a forgatókönyvet írta Norman Corwin. Zene Rózsa Miklós. Fényképezte Freddy Young és Russell Harlan. Rendezte Vincent Minnelli. Önök mostantól jogosultak a hitköveteinek belga bizottsága védnökségével evangelizációs munkát végezni. Vezesse önöket az Úr, és legyen támaszuk útjukon. Gratulálok, Dr. Bosman. Igen ígéretes fiatalember. Ami ezt a másik fiatalembert illeti, valóban annyira reménytelen lenne? Uraim, számos diákot oktattam evangelizációs munkára. De soha nem találkoztam ehhez hasonló esettel. Tökéletesen képtelen rögtönözve beszélni. Hosszú és homályos prédikációkat ír, amiket nem bír memorizálni, és papírból olvas el, mint egy dadogó gyermek. Hát kiküldhetünk egy ilyen embert, uraim, hogy társaságunkat képviselje? Dr. Peters, úgy vélem, ez eldönti a kérdést. Dr. Bosman, kérem, hívja be. Van Gogh úr, Dr. Bosman beszámolt az ön előmeneteléről. Az elmondottak alapján... Ugye érti? Ha a tanára úgy érzi, hogy ön alkalmatlan, a bizottság nem adhat önnek megbízatást. Kimondhatatlanul sajnáljuk. Nos, uraim, ezzel már végeztünk a bizottsági munkával. Dr. Peters? Van Gogh úr, igazságtalannak találja a bizottság döntését. Nem, uram. Azt tettük, amit tennünk kellett az előmenetele alapján. Igen. Jöjjön ide. Az édesapja lelkész, igaz? Nem kívánom én az apámhoz mérni magamat, csak reméltem, hogy valahogy a nyomdokaiba léphetek. Habár egy évvel ezelőtt még esze ágában sem volt az édesapja hivatását követni. Higgy el, nekem ezt kell tennem. Segíteni akarom az elesetteket. Elvinni nekik az Úr igéjét. Még ha nincs is róla írásom, biztosan van mód rá, hogy szolgáljak. Nincs számomra hely sehol, ahova senki nem akar menni. Bármit megteszek, csak használjanak! Használjanak! Jöjjön. Ismeri ezt a vidéket? Nem. Ez a szénbányák vidéke, Borinázs. Nincsenek a föld hátán nyomorúságosabb emberek, mint azok a bányászok, akik itt élnek. Ha komolyan gondolta, hogy az elesetteken akar segíteni, itt az alkalom. Az urat kereső szívben több vihar tombol, mint bárhol máshol. A földi élet küzdelem, ugyanakkor a szenvedéseink által Isten megtanít nagyobb dolgokra. Ő azt akarja... Azt akarja, hogy az ember szerényen éljen. Ne holmi fellengzős célokat kergessen,
hanem vegyen példát a szegényekről, és tanuljon a Szentírásból. Jámborságot, egyszerű szívűséget. Atyánk, ments meg minket a gonosztól és a kétségbeeséstől. Táplálj minket igéd soha el nem fogyó kenyerével. Ó, Urunk! Ámen. Uram! Uram! Nem tudom, mi a neve, de... Dükrik. Miért ment ki? Valami rosszat mondtam? Kiment. Mondja, mivel sértettem meg? Csak azért, mert vasárnap van, ne várj el, hogy végighallgassuk az ájtatoskodó hablatyolását. Hablatyolást? Egy hetet dolgoztam a beszédemen. Minden szavát komolyan gondoltam. Nézze, uram. Időről időre idegyünk valaki, és próbál segíteni rajtunk. Jó szándékkal, ahogy nyilván maga is, csak hogy ezzel nem sokra megyünk. Én Isten igéjét hozom maguknak. Mit tehetek? Mondja meg! Nem tudom. Kérem, várjon! Segítsen megérteni magukat! Megismernie! Vigyen el az otthonaiba, ahol élnek! Mi nem élünk itt. Csak aludni járunk haza. Odalent, 200 lábbal a föld alatt, ott élünk mi. Lemehetek. Vigyen le. Ugye levisz magával? Hogyne. Elintézhetem. Csak legyen itt, mikor munkába indulok. Hajnali 4-kor. Ja. Hoztam magammal egy embert. Oda lett, én is úgy reszketek, mint maga, pedig én már 33 éve járok le. Apját elvitte a sújtóré. Nézze, uram! Időről időre idegyünk valaki, és próbál segíteni rajtunk. Jó szándékkal, ahogy nyilván maga is, csak hogy ezzel nem sokra megyünk.
Gyertek már le! Gyertek le! Valaki! Mindenél már valaki, mire látok még! Segítsetek! Itt veszünk el, mint a lányon! Csak már részben tudni pályát, hogy segítsetek! Segítsetek! Tudok adni egy takarót az egyik sérültnek, és némi kenyeret. Magával mi lesz? Itt várjon meg. Van Gogh! Látom, nem emlékszik ránk. A hitköveteinek bizottságától vagyunk. De jó, hogy jöttek. Hoztak ruhát és élelmet a családoknak. Családok? Újabb baleset? Hát nem tudták. Szomorú. Sokan oda vesztek? Hatan. Négy férfi, két gyerek. 28 sebesült. Rémes. Meglátjuk, mit tehetünk. Sajnálatos, hogy látogatásunk pont mostanra esik, de ez volt Peters tiszteletes kívánság. Jövetelünk célja ellenőrzés. Elnézést, uraim, már is jövök vissza. Tessék, ezt vigye el nekik. Te Van Gogh úr, mégis mit jelentsen ez? Járadékot kap. Miért él a falu legnyomorúságosabb viskójában? Mert nincs jogunk az úr igéje terjeszteni, ha nem szenvedünk mi is épp úgy, mint a nyáj. Nézze meg, milyen tisztátlan. A ruhája festett és szennyes. Sokaknak egyáltalán nincs ruhájuk. Azt akarja mondani, hogy ezen a mocskos szalmán alszik, mint valami vadállat? Ez nem. Ön egy közösség lelki vezetője. A saját ágyamat odaadtam egy beteg asszonynak. Önnek új még ez a munka, és bár bizonyára jó szándék vezérli viselkedésével arra az egyházra hoz szégyent, amit képviselni hivatott. Nincs önben semmi tisztesség? Hát nem érti meg, ha azt akarjuk, hogy tiszteljék a papságot. Nem érdekel, hogy tisztellek-e! Igyekszem igaz keresztényként élni. Ne aggódom azon, hogy hol alszom! Nézzék meg a friss gyereksírokat a temetőben! Kaparják a földet az asszonyokkal! Foltozza a finom ruhájukat a haldokló bányászok vére! Aztán papoljanak nekem kereszténységről! Képmutatók! Képmutatók! De csak hallottak már róla, úgy egy éve jött ide lelkésznek. Vincent Van Gogh. Oh, hogy ja, igen, tudom, ott találja hátul, abban a viskóban. Vincent? Ki az? Theo vagyok. Theo. Vincent. Mit műveltél magadban? Theo. Mi történt veled? Betegeskedtem egy ideig, de már jól vagyok. Nem gondoskodik rólad senki. Megyek, hozok neked ezt. Ne menj el, Theo. Beszélgessünk. Hol van itt a közel? Kérlek, ne menj el, Theo. Olyan régen láttalak már. Vincent, mi lesz így veled? Apánk írta, hogy keresselek meg. Hónapok óta nem hallott felőled. Nem volt velem semmi. Milyen jogom műveled ezt magaddal? Elzárkózol mindenkitől, még tőlem is. Szinte idegen lettél úgy, megváltoztál. Nem változtam én, Theo. Külsőre talán, de... A szívem mélyén most is ugyanazt akarom. Mégis micsodát? Amiről annyit beszéltünk annak idején. Hasznosnak lenni, dolgozni, adni valamit a világnak. És ez a megoldás? Nem tudom. Nem tudom. Eltávolodtunk, Theo. Nézd,
Te megtaláltad, amit kerestél Párizsban, és ennek örülök. Én nem találtam semmit, sehol. Csak egyre rosszabb döntéseket hoztam, sorban, egymás után. Azt hittem, azért jövök ide, hogy az Úr művén dolgozzam. De ez volt a legnagyobb ballépésem. De akárhányszor bukom is el, valami van bennem. Valamire csak jó vagyok. De nem ez a módja, hogy ezt kiderítsd. Így elbújva, az idődet pazarolva, semmit tevő lettél. Semmit tevő. Igen. De semmit tevő kétféle van. Van, aki azért semmit tevő, mert az akar lenni. Lustaságból, hogy ez milyen könnyű. Én így nem érte. De ott a másik fajta. Aki önszánta ellenére semmit tevő. Nem akarok más, csak dolgozni. Csak hogy nem tudok. Rab vagyok. A szégyen, a kisítűség és a kudarcok rabja. Higgye már el valaki. Rab vagyok. Rab vagyok és magányos. És rettegek. Vincent, hallgass rám. Gyerekkorunkban mindig téged követtelek. Hogyha féltem, te hozzád szaladtam. Ha eltévedtem, mindig te kerestél meg. Testvérek vagyunk. Sőt, barátok. Bízhatunk egymásban. Ez erősebb minden köteléknél. Akármit teszel is mostantól, akárhová mész, egyet ígérj meg, hogy engem beavatsz. Soha többé ne zárkózz el tőlem. Mi az? A pipám. És most hadd vigyelek haza, ahol élhetsz és vigyáznak rád. Még meg nem leled az utadat. Árulja el, ön a helyemben melyikbe fektetné a pénzét? Mindkét vászon elismert alkotás. Mindkettőt kiállították a tavalyi szalonon. A felsőt nem ismerem. Talán most magukra hagyom önöket, hogy meghozhassák a döntésüket. A szomszédban leszek. Ne hagyd, hogy rád tudom hajonulni, vadakut. Drága Teo. Igazad volt. Olyan jó újra otthon lenni. Egy időre békében élni. Az élet, hála neked, újra értékes kincs számomra. Valami, amit szeretni lehet. Újból dolgozom. Ugye emlékszel, hogy hosszú éveken át valahányszor olyasmit láttam, ami megérintett. Úgy éreztem, le kell rajzolnom, papírra vetnem, még ha oly kezdetleges módon is. Most először vetődik fel bennem, hogy talán ez lehet az én utam. Egy munkálkodó férfi vagy asszony, barázdák a frissen szántott földön, porfelhő a sárga égen. Ezek a témák oly nehezek, és mégis oly gyönyörűek. Érdemes egy egész életet rááldozni, hogy megpróbáljuk megragadni a bennük rejlő költészetet. Vincent, hát nincs semmi időérzéked. Apa haragos, már szinte végeztünk a vacsorával. Egyetek csak, ezt még befejezem. Nem próbálnál meg nem elkésni, legalább néha napján. Különösen, hogy itt van Kay kuzin. Elhozta a kis Jánt is. És Vincent, igen? Ne vesz össze apánkkal. Csak ma ne. Elnézést, aki is. Vincent, hát nem üdvözlett Kay kuzinodat? Üdvözöllek. Szervusz, Kay.
Bocsáss meg Vincentnek, úgy elmélyül az új munkájában, hogy sokszor azt sem tudja, hol van. Vincent újabban művész lett. Valóban? Papírra fest. Ó, csodás dolgokat, lápot, erdőt és embereket. Engem is lerajzolt már, mindünknek pózolni kell. Ha nem vigyázol, te is modelltálhatsz neki. És Jan is. És megnézheted, hogy néznek ki a figurái. Vincent, úgy nézel rám, mintha sose láttál volna. Jó rég volt már. Még mielőtt Fosz meghalt. Sajnálom. Kár, hogy előhozakodtam vele. Ugyanakkor már lassan egy éve. Vincent! Az ilyesmit nem hónapokban méri az ember, Vincent. Nem, persze nem. Én csak úgy érted, akartam írni neked, kékuzin, de nem megy nekem az ilyesmi is. Aztán annyi idő telt el, hogy... Jan nagyon csöndben van. Remélem, nem valami csínyen töri a fejét, elnézést. Vincent, igazán? Hát nem láttad, mit érez? Tudod, mi volt vele is Fosszal? Nem helyes ilyen soká gyászolni. Isten sem kívánja, hogy örökké gyászt hordunk. Nem hiszem, hogy te volnál Isten akaratának legfőbb tudója. Tudod, hogy egyszer sem voltál templomban, mióta megjöttél? Te a lelkész fia? Szerinted mit szólnak a falubeliek? A saját hitem szerint cselekszem, apa. Nem a falu kedvében akarok járni. Történetesen nem hiszek a klérus istenében. Számomra ő meghalt! Gyerekek, ha befejeztétek, elmehettek az asztaltól. Irány a másik szoba. Vincent, a gyerekek előtt. Tudod egyáltalán, hogy mit mondtál? Igen, anyám, de azt kell mondjam, amit érzek is. Nem vagyok ateista, hiszek Istenben. A szeretet Istenében. És hiszem, hogy sok módja van a szolgálatnak. Valaki a szószékről, valaki egy könyv, egy festmény. Ezt nem most vitassuk meg. Bocsáss meg, apám, de csak a véleményemet mondtam el. És jól telt a nap a földeken, Vincent? Csak úgy, mint bármelyik. Úgy érzed, jól megy a rajzolás? Olyan keményen dolgozol, és nem tudom nem észrevenni, hogy újra és újra átnézed a rajzaidat, és sokszor bizony eldobod őket. Anyád arra céloz, hogy nem szeretnénk küszködni látni Vincent. Csak azért, hogy végül rájöjj, ez is csak kudarc volt. Meglátogathatnád Móv bácsit Hágában, elismert művész. Kikérhetnéd a véleményét a rajzaidról. Biztosan szívesen segít. Még nem állok úgy, hogy megmutassam a rajzaimat. Ha eljön az ideje, felkeresem. Sajnálom, Vincent. Hogy van, Jan? Jól, köszönöm. Örülök, hogy itt vagy, Kay. Kérlek, Teó, küldj még papírt és rajztust. Hamar a nyakára hágtam annak, amit még a múlt hónapban küldtél. Ahogy napról napra dolgozom a rajzaimon, ami korábban elérhetetlennek tűnt, most kezd fokozatosan lehetségessé válni. Lassanként fejlődöm a megfigyelés és az arányok terén. Már nem állok olyan ügyefogyottan a természet előtt. Gyere, Jan, te kis gézem! Tudom, hogy van még némi nyersesség és merevség a stílusomban. Bár be kell valljam, szentül hiszem, hogy Kay jelenléte sokat lágyított a műveinek. Most már aztán ideje szundítani. Így még szépen lefekszel. A mama betakar. Amint leraktam, már is elaludt. Köszönöm. Olyan igazi jó kisfiú. Csodálatos nyár volt ez a számára. Mert ez egy csodálatos nyár volt. Hogy ment ma a munka? Jól? Ha velem vagy, mindig jól megy. Örülök, Vincent. Keményen dolgozol. Sokszor fél éjjel át ég nálad a lámpa. Sok a tanulnivaló. Nem csak a rajzról, az emberekről. Hogy éreznek, milyen világban élnek. Csak úgy lehet megfesteni őket, ha ezt mind tudjuk. Elolvasok mindent, ami a kezembe kerül. Dickens, Zola, Michelet. Tudod, mit mond Michelet? Áldott a férfi, aki megtalálja munkáját. És egy asszonyt, kit szeretett. Szeretetre van szükségem. Hisz ez természetes. Hogy önmagam lehessek, hogy lélegezni tudjak. Otthont akarok. Gyerekeket.
Fosz is épp így érzett. Jan és én voltam az élete értelme. Semmi más nem létezett számára. Nem, folyton Foszt, ő meghalt. De mi ketten élünk. A jelenben. A jelenben. Szeretlek, Kate. Ne, hallgass meg. Magányosak vagyunk, szükségünk van egymástól. Lesz otthonunk, boldogok leszünk, megígérem. Ne! Ne! Kérlek, kérlek, az Istenért ne félj tőlem! Én csak szeretnélek elvenni, a férjed lenni, és Jannak apja! Nem! Soha! Soha! Nem. Soha. Soha. Megmondom, Teó, ez komolyan megrémít. A szerelem olyan erős, oly valóságos, hogy épp úgy képtelenség elfolytani, mint ahogy férfi embernek képtelenség véget vetni önnan életének. Látnom kell az arcát, és beszélnem kell vele még egyszer. Kék kisasszonyt keresem. A kisasszony nincs itthon, uram! Nem, nem mehet be, uram! A család éppen vacsorázik. Befurakodott, uram! Már értem, Vincent, mire céloznak mások, mikor a rossz modorodra panaszkodnak. Hova, Ké? Nincs itthon, a barátainál van. Vincent, kérem, üljön le. Az előbb még itt ült. Nem tudsz megérteni egy egyszerű nemet? Nem fogod fel, mit jelent, hogy bontatlanul küldte vissza a leveleidet? Beszélhetnék éjjel, kérem. Drágám, magunkra hagynál? Miért kötöd az ebet a karóhoz? Próbálj már belátással lenni. Még ha Kay viszont szeretne is, hogy tudnál polgári otthon biztosítani neki? Egy vasat se kerestél hosszú ideje. Ha a férfi szeret, akkor él. Ha él, akkor dolgozik és van kenyere. Mi vagyok én? Csavargó, akinek sose lesz pénze? Ez nem csak... Hallgass meg, bátyám! Csak hadd mutassa meg neki a szeretetemet. Hogy megértse, hogy miért kell szeretnie. Te is voltál szerelmes. Tudod, mennyi gyötrelmet tud ez okozni? Gyötrelmet? Hát olyan gyönge vagy, hogy egy kis szerelmi csalódást sem tudsz elviselni. Muszáj itt siránkoznod! Mit tudsz te a kínról? Én olyan fájdalmakat láttam, amikről te nem is álmodsz. Csak annyit, ha beszéljek vele, míg a láng fölött tudom tartani a kezem. Vincent! Teljesen elment a józan eszed. Úgy hallod, siránkozom? Ide hallgass, fiam. Én engedném, hogy beszélj Kayjel, ha ez a szíved vágya. Ő nem hajlandó találkozni veled soha többé. Nem hiszek neked. Azt mondta, hogy iszonyodik a rámenőségettől. Van, amit nem irányíthatunk kívánságunk szerint. A szerelem is ilyen. Sajnálom. Azt mondta, hogy iszonyodik tőlem. Igen. Te... így ezekkel a szavakkal. Igen. Jó, sajnálom, hogy most elmegyek. Hol fog megszállni? Itt tölthetné az éjszakát. Köszönöm, de ha Kay elmegy, legalább a kezét hadd lássam el. Vigyázz magadra, Vincent! Üdvözöljük a szüleit! Jó ét! Jó ét! Gyerünk, menjünk innen! Na jó, ha te itt akarsz maradni, hát csak maradj! Én elmentem! Konyakot! Még bort? Hitelben? Nem. Fáradt vagyok. Hagyjon békén. Rohadt ez az egész élet. Már értem, miért mennek emberek a folyónak. Ilyet ne is mondja. Miért ne? Az öngyilkosság szörnyű dolog. Mit tud maga arról?
Egyáltalán mi maga, munkás? Igen, az. Pedig nem úgy beszél. Köszönöm a konyakot. Én mosónő vagyok. Mikor van erőm sikálni? Mikor nincs, könnyebb munka után nézek. Etetnem kell egy gyereket, otthon van, anyámmal. A férje hol van? Milyen férje? A teknő mellett álltam egész nap. Úgy volt, hogy ma este fizetnek, de azt mondták, majd holnap. Az anyja nem segít? Segített már eleget. Tőle tanultam mindent, amit tudok. Kapok még egyet? Tessék, ezt inkább tegye a zsebébe. Sajnálom, hogy nincsen több. Ki arakta meg a... Megégette. Hadd lássam. Mit akar csinálni? Megsütni vacsorára? Szerzek rá valamit. Majd meggyógyul. Van olaj vagy vaj ezen a csótány tanyán? Italt árulunk, nem ételt. Csúnyán megégett. Jöjjön velem. Teszek rá kötést, mielőtt begenjed. Köszönöm, hagyja. Mi baja van? Tám fél, hogy velem látják? Ez a nő, Teó, távolról sem fiatal, távolról sem szép, de jó és kedves hozzám. Nyilvánvaló, hogy sok nehézsége és kemény élete volt, és nincs benne semmi szokatlan vagy különleges. Mindenféle dologról beszélgettünk, az életéről, gondjairól, szegénységéről, az egészségéről, és hogy milyen magányos. Hogyha nem volna semmit, az sem számítok. Mióta odajöttél és megszólítottál, nem vagyok már magányos. Nem is tudom, hogy mondjam. A papok bűnösnek mondanának minket. De bűn szeretni, Teó. Szeretetre vágyni. Szeretet nélkül élni sem tudni. Móbátyám! Ó, Vincent, bocsáss meg, hogy halogattam a találkozást, de nekünk művészeknek önzőnek kell lennünk. Kímélnünk kell magunkat, hisz mindenképpen meghalunk egy kicsit. Na, de mit hoztál? Próbálok rajzolni. Esetleg hajlandó volnál segíteni? Nem kérek sokat, csak néha hadd nézzelek munka közben, és olykor, mikor kipihent vagy. Ha megnéznéd a dolgaimat, és megmondanád, hol hibáztam. Szerinted ez nem nagy kérés? De ezek csak másolási gyakorlatok, saját munkád nincs? De... Voltál kint a Schevingeni parton. Ne siess annyira. A tenger nehéz téma. Igen, valóban. Én arra számítottam, hogy tök filkó vagy. Tévedtem. Esetlen a legtöbbje. De látom, mi a célod. És hogy igyekszel. Igen, ez... Áruld el! Milyen művész akarsz lenni? Az emberek lelkére akarok hatni. Mély érzéseket kiváltani. A szívük gyöngétségét. Ez jó. Jó. De mielőtt a lelkükre hatnál, meg kell tanulnod a mesterséget. Ide jártasság is kell, nem csak szív. Mondd csak, dolgoztál már színekkel? Nem. Akkor hát rajta ragadj vízfestéket és olajat. A rajzolás is jobban fog menni. De mit sem értek a majd színekhez? Majd megtanítalak. Együtt fogunk dolgozni, Vincent. Móv, ne. Ha nem leszek fáradt. Na, kell neked némi vízfesték. Tessék, itt is van. Ecsetek, némi olaj. Nem, ez egy nem teljes készlet, de egyelőre megteszi. Van benne paletta, itt a kés.
olaj, terpentin, ebből sem árt, ha van egy pár, és hogy fejleszd a rajztudásodat, szükséged lesz néhány mintára. Lássuk csak, igen, ezeket vidd magaddal, és dolgozz velük legalább napi 3 órát, és ne kevesebbet. Igen. Van műtermed? Találtam egy lakást a piacon. Van ott elég fény? Általában a szabadban. Hogy állsz a pénzzel? Ó, nem, Teó mindig küld pénzt. Mindig az első pár hónap a legnehezebb. Nem hinném, hogy rosszul jönne egy kis mellékes. Nesze. Móh, bátyám, én... Kis segítség az induláshoz. El sem tudom mondani, hogy mennyire. Semmiség. Gyere vissza a jövő héten, hadd lássam, mire jutottál. Bocsáss meg, hogy így eltűntem, amikor ilyen fáradt vagy. Hogyan már? Szót sem érdemel. Na, fogd meg ezt. Nagyon hálás vagyok, amire el sem tudom mondani, mert... Ezt is. Köszönöm, igen. Köszönöm. Meddig kell még itt ülnem? Nem lesz szám ebéd, ha fel sem állhatok a székből. Bocsánat, már mehettek is. Megyek a piacra. Legközelebb hagynál némi pénzt ételre is. Ha a rajzokat meg lehetne enni, más lenne a helyzet. Félretettem egy kis pénzt, amit elejtettél, és nem adtam vissza. Anyámnak igaza volt. Jól befaragtam egy ilyen őrült festővel. Tarts szemmel. Drága öcsém, olyan sokat, olyan nagyon-nagyon sokat gondolok rád mostanság. Bárcsak itt lehetnél, és saját szemeddel láthatnád, hogy élünk. Hogy ez valódi otthon, ami a való életben gyökeredzik, asszonnyal, bölcsővel és etetőszékkel. Krisztin iránti érzéseim is valódiak. Fáradt vagyok. Bemegyek, megetetem a kicsit. Még ne! Kriszti, kérlek, gyere vissza! Torkig vagyok. Hónapok óta, ugyanaz a nóta. Jaj, most meg mi a baj? Elegem van az üres kenyérből és kávéból. Amit kapsz, az utolsó fillédig festékre meg vászorra költöd. Ne kezdesz megint. Most nézd meg ezt. Ez mennyibe került? A régit még el sem használtad? Hallgass! Ne szólj bele abba, amihez nem értesz. Nem hallgatok. Takarítok utánad, varrom a rongyaidat, és még pózolok is órákon át. Mi vagyok én? A rabszolgál? Ne zsébbelj nekem! Néha arra gondolok, nem volt-e jobb úgy, ahogy volt. Nem erészed! Hallottad? Nem erészed! Ha legalább néha ehetnénk egy darab húst, vagy egy tojást! Minden éjjel azon aggódom, hogy mit fogunk másnap enni. Neked ez élet? Írhatnál az öcsédnek? Nem kérhetek többet. Segít, amennyit tud. És az az ember, akinek be akart mutatni? Teszték! Talán az el tudna adni. Jártam nála. Alamizsdát ajánlott, mit holni koldustak. Nem fogadtad el? Azt mondta, nincs tehetségem. Ha volna is, későn kezdtem. Hát, akkor csak Móv bátyád marad. Ő nem segít? Vagy már ő vele is hajba kaptál? Igen! Kell mehet a pokolba! Akkor segít, ha olyan kedve van. Máskor az sem, állja, hogy élek-e, vagy halok. Ó, sajnálom, fiam, most nem fogadhatlak. Menj haza, dolgozz a mintákkal. Elegem van, az átott vettem mintáimból! Ne nézd le a nagybátyád mintáit. Ő legalább megél abból, amit fest. Nem akarok hallani ezekről a mintákról. Se tőled, se mástól. Érted? Apád agyvérzést kapott, azonnal gyere haza, anya. Szia? Hol voltál? Azt kérdezem, hol voltál? Anyámnál. 2 napig. Azt mondtad, nem mész vissza. Ott kivételesen volt mit tenni. Azt mondtad, elkerülöd a régi életedet. És még nevettünk is néha. Hová megy?
Apám beteg, haza kell mennem. Mennyi időre mész el? Attól függ, hogy alakul. Viszont én... Igen? Mi az? Semmi. Van még festővászon a szekrényben. Varj inget a kicsinek. Viszont nem leszek ott, amikor visszajössz. Nem mondj ilyet. Nem akartam elmondani, de nem bírom már tovább. És anyámnak is igaza volt, de nem keresel annyit, hogy eltarts minket. Nem most van itt az ideje, hogy... Majd elfelejtesz, ha otthon leszel, nem lesz. Beszállás! Hova mész? Hogy fogsz jönni? Vissza a régi életemhez. Viszont te nem tehetsz róla, te jó voltál. Te vagy az egyetlen, aki valaha jó volt hozzám, és a kicsihez. Mintha csak a tiéd lenne. Leszállás! Leszállás! Mi ez, ami apa és közém állt? Miért nem voltam képes kicsit tapintatosabb lenni vele? Örömet szerezni neki, amíg még élt. Eljöhettem volna olykor a templomába. Azt hiszük, hogy van még idő. És hogy a magunk módján szerethetünk. Majd egy nap ráébredünk, hogy késő szeretni önző módon. Visszatérsz a hágai életedhez? Annak vége. Az elejétől tévedés volt. Gyere Párizsba, Vincent. Élhetnénk együtt. Nem csak te vagy magányos. Még nem te. Valamikor, de nem most. Találkoznál más festőkkel, látnád, mit csinálnak. Ha a festőkét vinni akarom bármire is, át kell törnöm a falat a között, amit érzek, és amit ki tudok fejezni. És erre a legjobb esélyem itt van. Ahol a gyökereim vannak. Az ismerős emberek. Az ismerős föld. Drága Teó, köszönöm a pénzt, a festéket és a vásznakat. A segítségeddel tovább tudtam lépni. Érzem, amint napról napra növekszik bennem a munkakedv. Fel tudod mérni, mennyire új az, amit csinálok? A régi mesterek festményein láttál akár csak egy dolgozó férfit vagy nőt. Próbáltak valaha is munkást vagy kubikost ábrázolni. Nem bizony. Méghozzá okkal, mert a munkát megrajzolni igen nehéz. Most nézd meg, hogy van felöltözve. Az az ócska, Bekecs. Ó, egek, én mondom, sajnálom a családját. Ezeket az embereket csak úgy lehet megfesteni, ha nap mint nap velük vagyok a földeken. És esténként a tűzhelyüknél. Mióta beállt az esős idő, minden időmet a takácsok közt töltöm. Kiváló téma. A verejtékező kezüktől sötétlő öreg tölgyfa, és a szövőszék árnyéka a szürke vályok falakon. Az elmúlt hónapokban egyre csak a lényeget kerestem. Nem annyira kezeket igyekeztem rajzolni, mint kézmozdulatot. Nem annyira arcokat, mint arckifejezést. Férfiakat és asszonyokat, akik tudják, mi az a vesződtség. Világosan láttatni akarom, hogy ezek az emberek, akik este körülülnek egy tál krumplit, azzal a kezükkel túrták a földet, amivel most a tányérba nyúlnak, hogy tisztességgel megdolgoztak az étkükért. Olyan képet akarok festeni, amin érezni a szalonna, a füst és a gőz szagát, amin ott van a mi jó holland földünk sötét színe. Vélemény, gyere be! Na gyere! Tessék, ülj le! Mi a baj? Már megint a szomszédok? Tudod milyenek? Kicsi falu ez. És most mi bajuk? Emlegették azt, hogy miként öltözöl például, és... Így öltözöm, mert a földeken dolgozom. És mert nincs másom. És ahogy viselkedsz, őket nem értik, és nekünk ebből bajunk van.
Mióta apa meghalt, nem könnyű az élet. Már nem jönnek látogatóba, kerülnek bennünket. Nem valami kellemes, és... Talán a hódolód is került titeket? Igen, de ez most nem számít. Dehogy is nem. A család többi tagja. Anyánk úgy tesz, mintha nem tudná, de tudom, hogy bántja, és... Ő nem fogja megmondani. Úgyhogy megmondom én. Eltűnök. Még pár nap, amíg befejezem, aztán megyek. Nem, Vincent, én nem úgy értettem, csak... Dehogy is nem, Villemén. Ó, nem. Nem gond. Elvégeztem, amiért itt maradtam. És talán ideje is tovább lépni. Elegem van ezekből az olcsó tréfákból. A művészet komoly dolog, pláne Párizsban. Annak a művésznek, akinek új ötlete támad... Ez egyszer egyet, úgy van, Tündürárüel. Az impressionizmus nem tréfa, hanem rák. Ki kell vágni. Az anarchizmus a festészetben a haza sorsát pecsételi meg. Ön mit tenne? Bezárná a galériákat és száműzné a festőket? Nem. Ezek nem festenek. Festékkel töltik meg a pisztolyukat, és a vászonra lövöldöznek. Aztán még van bőr a képükön aláírni a nevüket. Cézanne, Signac, Pizarro, Gauguin, Renoir, Monet. Ismered őket, kereskedtél is velük. Miért nem mondtad? Miért nem szóltál nekem? Megírtam Antwerpenben, nem olvastad? De látni őket! A színek, Teó, a színek! És ahogy a fénnyel bánnak! Festészet ez? Hát a kritikusok és a közönség szerint nem, sem a megbízóim szerint. Hihetetlen. Ha igazuk van, minden, amit csináltam, rossz. Teó, tudják ezek, hogy mit csinálnak? Hát beszélj velük, és kérdezd meg, mit gondolnak. Ezért hívtalak Párizsba. Beszélnünk kell. Hol találom őket? Annyi kérdésem van. Hajnali kettőkor. Miért ne? Ide hallgass, vedd le azt az izét, és nyugodj meg. Mostantól itt élsz. Meglátod, milyen parisien faragok belőled. Bőven lesz időd választ kapni a kérdéseidre. Holnap Pizarroval kezdjük. A fény lefordításának problematikája a festészet nyelvére. Ott vannak azok a levelek, ha csak maguk volnának, egy színük lenne, a sajátjuk. De tükröződik rajtuk a környezet minden árnyalata, az ég, a föld, a víz. Újabb színeket adnak nekik. Épp ezért, ha a természetet festi, sose egy pontot nézzen. Lásson mindent egészben. És mindenek fölött ne legyen félénk. Bízzon az első impressziójában. Minden, amit csináltál, amit mindannyian csináltunk, ózsdi, ahogy találgatunk minden egyes ecsetvonással, folyónyi festéket ömlesztünk, vaktában, foltokba, amikor minden célunk elérhető matematikailag. Miről beszélsz? Már megint szeráról. Szerinted képletek alapján lehet festeni? Hogy lehet-e? Többen épp azt teszik itt, Párizsban. Precíz, tudományos módszerekkel. Én nem a vásznon keverem a színeket, hanem a néző szemében. Onnantól, hogy elfogadjuk az emberi recehártyán rögzülő fény fogalmát... Már elnézést, de ez egy napsütötte szabad tér. Miért festi ide bent lámpafénynél? Hogy tudja megítélni a színeket? Miért ne? Gyerünk, szörá! Szabadítsd meg a kínjaitól, én próbáltam, de csak nem érti. Jó van, Bernard, jöjjön csak. Minden, amit csinálok, ki van dolgozva előre. Matematikai pontossággal, precíz, tudományos módszerek szerint. Pontosan tudom, milyen színt fogok használni, még mielőtt elővenném az ecsetet, és a palettám elő van készítve a színkör alapján. Amint látja, kék, lilás, kék, lila, lilás, piros, piros, narancs, narancs, sárga, sárga, zöld. Teó! Teó! Mi az? Rajta, kelj föl! Nem várhat reggelig. Ne. Kérlek, segítened kell. Már megint mi van? Nézd meg ezt! Nos? Igen, alakul. Nagyon jók a fények. Mi baj? Szörnyen nézel ki. El lehet adni? Megpróbálom.
Nehéz eladni az új festőket, még ha van is valamiféle nevük. Gupil még azt a kis helyet is sajnálja tőlük, amit a hátsó szobában szorítok nekik. Akkor miért nem hagyod ott? Állj a magad lábára! Ne vesztegesd az idődet, idiótákra! Ne mondd meg nekem, hogy éljem az életemet! Nem volt könnyű ide eljutnom. Talán nem fő nyeremény. De legalább értelme van annak, amit csinálok. Nem könnyíted meg a helyzetemet. 6 hónapja nem aludtam egy jót. A vendégeimet sértegeted. Nincs jogom véleményt nyilvánítani! Ez itt az én otthonom! Nincs jogod megsérteni a vendégeimet! Lehet, hogy eleve nem is kellett volna ide jönnem. Vincent, nincs másunk csak, amit egymásnak adhatunk. Tudod, mennyire örülnék, ha el tudnám adni a képeidet. Bemutatom őket, ahol csak lehet. De te is elvihetnél párat más kereskedőkhöz. Miért kéne? Minél többen látják, annál jobb. Menj Tangi papához. Megemlítelek neki, és meglátjuk, mit tud tenni. És mutasd meg neki a régi műveidet, és ne csak az újak. Így akarod megmondani, hogy az új nem jó? Vincent, én nem vitázom veled, amikor ilyen vagy. Milyen vagyok? Én csak próbálom... Jó ét! Teo! Jó ét! Vincent, ez... Ez mind jó. Az összes. A legfontosabb most az, hogy egy szép napon... Nagyszerű lesz. De addig is. Tégy meg nekem valamit. Egy apróságot. Csak ennyit kérek. Hagyj engem aludni. Minden ugyanúgy van. Semmi sem változott, mióta egy éve elmentem. Pontosan. 112 frankkal tartoztál már akkor is. Tangi, vidd innen a merdet. Harsa, hátsó szobába. Ennek az embernek igaza van, Tangi. Na. Nem árulhatsz festőket és kontárokat egyszerre. Az igazság az, barátaim, hogy ti nem vagytok festők. Legfőjebb tetoválók, vagy vegyészek, pártégely festékkel, színes pacákkal feditek a vásznat. Bőszen utánozzátok egymás trükkjei, és közben elfeleditek, mi a festészet. Rosszul vagyok tőle. Mitől nem vagy rosszul, Paul? A saját képeiden kívül. Tényleg tudni akarod? Attól. Ezt nézd meg. Tiszta, világos. A japán festő úgy fest, mint ahogy mi lélegzünk. Talán messzire a festékért. Paul Gauguin. A félvilágot be kell járnod, hogy találj valamit, ami tetszik. A boltot se kell elhagynom. Nézd meg ezt. Vagy ezt. Vagy ezt? Vagy ezt? Ha? Cézanne! Igen, Cézanne. Igen, Cézanne. Az eladhatatlanok királya. Felteszem, ön szerint ez festmény? Adja vissza! Igen. Közvetlen, életteli. Mi a neve? Vincent van Gogh. Van mondani valója, és el is mondja. Teo bátyja? Igen. Örvendek. Őszinte. Nem tartozik senkinek semmivel. Semmivel. Mert nincs benne semmi. Se tónus, se értéke, se színkapcsol, se tér, se mélység. A törvénynek megint nagy a szájuk. Hihet egy vakis. Barátom, iszik velem egyen? Szívesen. És mi lesz a 112 frankkal? Asszony, marsz vissza a konyhába! 112 frank! Jó, odalent. Lent délen a nap. Szinte az ember vérébe ivódik. Nem, mintha Martinika paradicsom lenne. Jó, hogy élve megúsztam az éhezést meg a lázat. De ha tehetném, visszamennék már most. Mióta vagy Párizsban? Több mint egy éve. Hogy bírod? Én nem tudok itt dolgozni. Megfolyt a város. De hova mennél? Bretagne-ba. Van ott egy lakásom. Csak egy lyuk, de többre nem telik. Nem hiányoznának a párizsi barátok? Barátok? Néhány nő talán. Ha olyan későn kezded, mint én, jól meggondolod, kire és mire fecsérled az idődet. Barátok, kényelem, család. Ha akadályoznak a munkában, megválsz tőlük. És életed végéig azon rágódsz, hogy vajon megérte. Mondom, ha oly őrültek, hogy impressionistákat vesznek, abból látszik, hogy vademberek. Itt még sose volt ilyen rend, mióta Vincent beköltözött. Mi ütött belé, hogy így kitakarított? Remélem, nincs itthon. Ha itt van, képtelenség üzletet kötni. Na, mi az? Vincent írt.
Bocsáss meg, hogy sok gondot okoztam. Örök hálám a kedvességedért. Kitettem pár képet emlékül. Elment? Úton van délre, Provence-ba. Gondolkodtam az elmúlt hetekben, és úgy döntöttem, ideje váltani. Tisztább ég alatt akarom látni a természetet. Egy időre egyedül kell lennem. Már megbocsásson, de ön is jobban jár, ha nem lóg a nyakán. Ezt én jobban meg tudom ítélni. Nem, tukmálta a képeit, és ezzel elriasztotta az ügyfeleket. Mint munkaadója jó szándékkal mondom, az iránta való szeretete elvakította, csak a kárára volt. Kérem, uram, ne vitatkozzunk erről. Továbbra is küzdeni fogok minden jó festőért, és Vincent is ilyen. Sőt, a legjobb lehet. Mi? Ó, hisz maga az öccse. Hogy is láthatná reálisan? Annak ehhez semmi köze. Tépelődik miatta. Magát marcangolja minden kudarcáért. Akár a saját kára árán is támogatja. Megőrzi minden levelét, mintha csak szentírás lenne. Ó, az égre, Teó. Nem gondolja, hogy már eleget tett érte? Mondja, mennyi az elég? Azért, aki annyit küszködik, mint Vincent. Tudom, nyers és civakodó és ingerléke. De abban az elgyötört szívében van valami, valami csodálatos. Azokból a levelekből süt a tehetség, a gyöngétség. Sokkal több szenvedély, erő és szépség van a műveiben, mint a legtöbb képen, amit a múzeumban lát. Megtalálja valaha is a boldogságát. Képes lesz egyáltalán megállapodni. A változás jót fog tenni. Talán magára talál. De az is lehet, hogy csak még több magája. Ez volna az. Többet ér, mint amennyit fizetni hajlandó. Más óhaj. Köszönöm, nem. 8 frank egy hétre. Innen a mázolmányait, már egy hetet is megmondtam! Nyúljon maga, ostoba! Nem látja, hogy még nedves? Nézze meg! Mindent összefestékez, ezért emeltem meg a labbérét! Nem is lett volna joga hozzá! Kiállott már raktározási díjról egy lépcsőházban! Akkor tüntess el a vacsait! Egy felét! Akkor fizessen! Szabad? Ne. Engedelmével. Úgy látom, költözik. Itt hagyom ezt a poklot. Várjon, úgy nézem, el kell a segítség. Az a házi úr egy disznó. Parancsoljon. Csodáltam, hogy mostanáig bírta. Hova megy ezzel a rengeteg holmival? Nem tudom. Még az este előtt szállást kell találnia. Mondanám, hogy jöjjön hozzánk, de kis és sokan vagyunk. Asszonnyal, 4 poronttal, meg köszönöm, egy... de
Mit szól egy házhoz? Drága az nekem. Nem biztos az. Jöjjön csak. Bízza rám az alkudozást. Ha valamit utálok, hát a házi urakat. Csak nem ilyen putrit akar, rég le kellett volna már bontani. Álljunk meg, te rosszat akarsz nekem, hogy így beszélsz a házamról. Azt keres, ugye, egy házat? Ó, ez igen jó ház. Itt élt a nővérem 17 éven át, aztán meghalt. Isten nyugasztalja. Én erről beszélek. Óhajtja, hogy megmutassam, és mennyi időre vennék ki? Nem fogja kivenni, ha meglátja. Na, Rulán, törődj a magad dolgával, vagy feljelentelek. Meglátja, jó áron adom. Mit szólna havi 15 frankhoz? Ne, törődj, maradj ki ebből. Ráadásként még egy szobát használhat. Egy ház, Teó. Találtam egy házat, ahol magam lehetek, és gond nélkül dolgozhatok, és ahol bőségesen van hely. Indulásként Rulán kölcsön adott egy matracot. Én megvettem néhány széket, egy ágyat és pár más holmit, amire még szükség volt. Ezzel és a festékre meg vászonra költött összeggel majd az egész e-havi pénzem elment. De megérte. Ó, Teó, tetszene neked ez a ház? Kívülről sárga és fürdik a napfényben. Ketten is ellakhatnánk benne. Egy napon talán eljön Gauguin, és aztán ki tudja, egész festőkolónia lehetne belőle. Már hajnalban a vidéket járom. Most, hogy beköszöntött a nyár, minden nagyon más lett, mint amilyen tavasszal volt. De így talán még jobban szeretem. Minden csupa óarany, bronz és réz. Bár láthatnád ezeket a gyönyörűséges napokat, Teó. De ha nem, akkor majd meglátod képeken, mert ezektől a színektől egészen rendkívüli módon megmámorosodom. Az egész föld ragyog a déli napfényébe. Citrom sárga, kén sárga, zöldes sárga, mind a hőség sápasztotta ég alatt. Micsoda táj ez! Olyan erővel szippant magába, hogy elengedem magam. Fittyet hányok minden szabályra. Nincsenek kételyek, nincsenek korlátok. Úgy dolgozom, mint egy gőzmozdony. Falom a festéket, égetem a vásznakat. Napok telnek el anélkül, hogy egy szót is szólnék bárkihez. És az elmém napról napra élesedik, és a kezem egyre biztosabb lesz. Olyan hatalmam van a színek felett, mint még soha. Nagyságot és erőt érzek magamban. Nyár szinte elillant a lázas munkában, és megérkezett a misztrál. Örökké fúj a szél, csillapíthatatlanul. Olyan düvel kavarja a lehullott leveleket, hogy kénytelen vagyok idebent maradni. Olykor, ha a bennem tomboló vihar már túl zajos, iszom egy-két, na jó, sok-sok pohárral, hogy enyhüljön. Óvnom kell az idegeimet. Kezdek egyre nyúzottabb lenni, tudom. Ha így folytatom, előbb-utóbb beüt a válság. Mégsem tudok leállni. Sokszor éjszakában nyúlóan dolgozom. Szinte alig vagyok öntudatomnál, és a képek, mint álombéli tünemények, szörnyű fényességgel törnek rám. Thank you.
Mikor ért ide? Hajnal 4 felé. Ahogy szokta. 2 kávé, 3 abszint. Evett bármit is? Na, mit gondol? Ah, jó reggelt! Jó reggelt! Hoztam valamit. Az öcséd.